Látópontok. Átadásra kerültek az elismerő címek. Lapidárium esték. Népszerű sorozatok a múltról. Értékőrprogram. Balatoncsicson toborzás indul. Országos cím. Rangos díjat nyert a Csabrendeki iskolakert. A Balaton, a Balaton felvidék, Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Antal Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábel szolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolca-Diszelben is láthatnak bennünket, és örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy már a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mindez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balaton felvidék, valamint Sümeg és térsége eseményeiről készítettük híranyagainkat. A Magyar Közösség Építők Értékszövetsége Egyesület tavaly ősszel hirdette meg a Látópont pályázatot. Ennek révén országosan mintegy 50 szakmai szervezet vált jogosultá a Látópont cím viselésére, mely egyfajta rangot jelent. A címek átadására október 19-én került sor Talián Dörögdön. Oklevelek és tetszetős plakettek sorakoznak a Talján-Dörögdi színpadon, jelezvén, hogy a Látópont kitüntető címmel ezek is együtt járnak. A címek átadása mellett a rendezvény egyúttal szakmai találkozó, felkészítő program is egyben. A programot a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület szervezte, amely a közművelődésben dolgozók szakmai szervezete. 2019-ben hoztuk létre azzal a céllal, hogy a közművelődés szakmai utánpótlását próbáljuk megsegíteni, minél több fiatalnak csináljunk kedvet ahhoz, hogy foglalkozzon a közösségi művelődéssel. És az egyesületünk azért gondolta azt, hogy egy ilyen projektbe belevág, mert az a tapasztalatunk, hogy a fiatalokat az élményszerű programok, a jó példák, a hiteles emberek, akik lelkesen tudnak beszélni a munkájukról, nagyon jól meg tudják érinteni. A Dunántúlról érkeztek a vendégek, de vajdasági magyarokkal is találkozhattak a résztvevők. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy mi ősludasiak, itt tudunk lenni, és sok jó emberrel tudunk találkozni, és hát nagyon lényeges az, hogy azokat a hagyományokat, amit mi őseinktől megörököltük, ezt tovább tudjuk vinni, és hát ez a rendezvény is, ez az esemény is úgy gondolom, hogy ehhez hozzájárul. A program résztvevőit a Talján-Dörögdi polgármester köszöntötte, majd a helyi népdalkör műsora következett. Az esemény megnyitójában Szedlacsek Emília, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója vázolta a Látópont program főbb céljait. A fiataloknak akartunk programot, azt akartuk, hogy a fiatalok vegyék észre a közművelődésben azt a lehetőséget, amely az ő munkájukat segíteni fogja. Viszont ezt nem tudják máshogy megtenni, mint hogy ilyen úgynevezett látópontokon találkoznak, vagy a látópontokat megtekintik. Közel 50 település szervezet részesült az elismerésben országosan. Ők váltak a Látópont hálózat alapító tagjaivá. Nagyon jó dolog hálózatokhoz kapcsolódni, olyan hálózathoz, olyan emberekhez, akiknek azonos az értékszemlélete, azonos a gondolkodása. Úgyhogy azért fontos, hogy mi kapcsolódtunk ehhez a Látópont hálózathoz, mert hogy mi is meg tudjuk így mutatni azt a közösségszervezési szemléletet, amivel az intézményeink, az intézményünk rendelkezik. Egy olyan felelősség, hogyha már nagy esélye hozzánk látóútra jönnek majd szakembercsoportok,
vagy csak egyszerűen látogatók, akik a kultúrára kíváncsiak, hogy arra, amit mi ott művelünk, akkor hát ezt illik megfelelő színvonalon és megfelelő emberi hozzáállással képviselni. Az ünnepélyes díjátadás után látóút programként a Házigazda Közép-Dunántúli Szövetség az ifjúságért szervezett bemutatkozása történt meg, majd ízelítőt kaphattak a résztvevők a község értékeiből. A szakmai program folytatódott a következő napon is, majd egy másik alkalommal Noszvajon kerül sor a címek átadására. Hat éve szervez rendszeresen előadásokat a Tapolcai Vas Albert Könyvtár és Múzeum. A lapidáriumi esték sorozat egyik érdekessége, hogy az utóbbi időben az interneten élőben is megtekinthetik a programot az érdeklődők. A Tapolcai Vas Albert Könyvtárban lapidárium címmel rendszeresen tartanak helytörténeti előadásokat. A sorozat egyik érdekessége, hogy az intézmény a közösségi oldalán élő egyenes adásban közvetíti a programokat. Ezt a megoldást a könyvtár a karantén alatt kezdte el, amikor is nem volt lehetőség arra, hogy a dolgozók és az olvasók találkozzanak. Ugye hosszú ideig nem is lehettünk nyitva a könyvtárak, és egyéb közgyűjtemények nem fogadhattak látogatókat, nem jöttek be az olvasók, így előadásokat se tudtunk tartani, és ezért is jött az ötlet, hogy akkor próbáljunk meg egy változtatni, és a személyes jelenlétből átlépni az online térbe, az online térben tartani előadásokat. Az idén tavasszal, talán márciusban, februárban vagy márciusban volt az első olyan rendezvényünk, amikor azt mondtuk, hogy most már elegünk van abból, hogy amit tudunk, amit a kollégák, vagy a mai előadó kolléga is a hosszú évtizedes kutatómunkával megszerzett tudást, azt nem tudjuk továbbadni az érdeklődőknek, akkor próbáljuk meg az online térben. Azt mutatták a számok, hogy volt rá érdeklődés az online térben is, sőt, voltak olyan előadások, amik nagyon meglepő elérési számokat produkáltak. 2500 meg 3700, ami ugye a személyes jelenlétnél, a helyszínen lévő hallgatóságnál elképzelhetetlen. Nem, hogy a mi szintünkön, egy vidéki kisváros szintjén, hanem nagy tudományos intézmények szintjén is elképzelhetetlen szám. Föl is tettük a kérdést, hogy még nem tudjuk, hogy akkor ősztől hogyan folytatjuk, hogy élőben, vagy online, vagy mindkettő, és abban a pillanatban érkeztek a kommentek az élő videó alá, hogy maradjon az online forma, vagy legalább maradjon is az online forma. A lapidáriumi esték már 6. éve nyújtanak ismereteket az érdeklődőknek. Ebben az évben, mivel a járvány miatt ez egy darab év, nem tematikus előadássorozatot terveztek a szervezők, hanem különböző témákból válogattak. Október 12-én a német repülő alakulatok a tapolcai reptereken 1944-ben és 45-ben címmel tartott előadást Hangodi László történész, főmúzeológus. A mai előadási anyagnak a kutatás története és előadáson való hallhatósága meglehetősen szegényes, meglehetősen hiányos és komoly üres foltokat, ezidáig komoly üres foltokat rejtegető szegmense volt a régió, illetőleg a tájegység a nyugati Balaton felvidék hat történetének. A korabeli magyar királyi honvéd légierő bombázó erőjének az egyike, nem ismerték még ezt a szót akkor, hogy elit alakulata, de az egyik legmagasabb szinten kiképzett és legmotiváltabb bombázó alakulata, a harmadik, majd később a negyedik hadrendi számot viselő nehéz bombázó repülőezred volt. Azt követően 1941 és 45 között pedig a Székesfehérvár központú harckiképző ezred, vadászkiképző iskolája működött. Említette, hogy sok a fehér folt, ezek politikai okokból kerültek a feledés homályába? Nézze, nem volt sztár téma a rendszerváltás előtt, sem a Magyar Király Honvéd Légierő történetével foglalkozni, pláne nem. Az akkor szövetséges, tehát a II. Világháború ideje alatt szövetséges német haderőnek, akár a szárazföldi, akár a légi haderőnek a szerepével és jelentőségével foglalkozott. Lehet, hogy egy kis tanulsággal szolgál majd a tisztelt hallgatóságnak, és tovább gondolásra készteti, meg utánaolvasásra készteti, hogy minél többet és minél alaposabban megtudhasson erről a rész szakterületéről Szüke Pátriánk hat történetének. Aki még eddig nem követte, de érdeklődik a környék történelme iránt, keresse fel a Tapolcai Könyvtár közösségi oldalát. Pályázatot nyert a KÖSZI, azaz a Közép-Dunántúli Szövetség az ifjúságért. Így többek között Balaton-Csicson is újra elindulhat az értékkör program.
Az előző generáció felnőtt, dolgoznak, vagy a felsőoktatásban tanulnak, az új toborzás azonban most elindult. Nyüzsögnek az iskolás fiúk és lányok a pogácsástál mellett. De amikor elkezdődik a megbeszélés, tudják a dolgukat és az iskolás jómodort. Egyből mindenki helyet keres magának, a nemrég felújított és átadott faluház emeleti termében. A telefonok a zsebekbe csúsznak, és megkezdődik az ismerkedés, beszélgetés arról, mit is csinál egy értékőr. Bazsó Gabriella így mesél nekünk a mindennapi munkájukról. Egy ilyen délután, ami ma zajlik itt Balatoncsicsóban, azért szól a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy őket is be tudjuk vonni a helyi értékek feltárásába. Gyakorlatilag úgy zajlik, hogy általában igyekszünk hozni egy olyan felnőtt szakembert, aki valamilyen témában őket bevezeti, valamit megismerhetnek, és később azt a témát a gyakorlatban kipróbálhatják. Ennek a programnak a legnagyobb ereje talán, és talán leginkább azért tudja megtartani a gyerekeket, mert azt tehetik benne, amit maguk szeretnének. Nagyon fontos számunkra, hogy maguk fedezzék fel, hogy mi az, ami nekik érték. Ők mondják ki. Ők döntsék el, hogy melyikkel szeretnének mélyebben foglalkozni, hogy kivel szeretnének interjút készíteni. Ők döntik el, hogy ki az, aki fotózni fog, ki az, aki az interjút készíti, ki az, aki inkább leírást készít. És ráadásul közben mindig játszunk is, nagyon fontos, hogy jobban megismerjék egymást, jól érezzék magukat, és a végcél pedig az, hogy kötődjenek a településükhöz, szeressenek ott lenni. És ha lehet, ha el is mennek közben majd tanulni, vagy dolgozni, de lehet, hogy a családot alapítanak, akkor azt mondják, hogy itt szeretnénk újra lenni, azt szeretnénk, hogy itt nőjön fel a mi gyermekünk is. Hogy is alakult és miből indult ki ez a gyakorlat? Miért fontos ez a Balatonfelvidéki régiónak, vagy akár az ország számára? Dr. Horváth Zsolt segít rávilágítani, hogy egészében lássuk a programot. 2006 és 2014 között országgyűlési képviselő voltam, részt vettem a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény előkészítésében, később a megvalósításában is, és a kezdetek óta az egyik legfontosabb cél, hogy egy széles körű társadalmi bázisa legyen a hungarikum mozgalomnak, tehát sok támogatója legyen. Az egyik legnagyobb kihívás már a kezdetektől fogva az volt, hogy a fiatal generációt valamilyen formában megszólítsuk, és érdekelt tegyük abban, hogy részt vegyenek a települési értéktárak kialakításában, az értékek feltárásában. Ebből a célból jött létre a Pannon Ifjúsági Értékkör Hálózat 2011-ben, itt Veszprém megyében, Talján-Dörögdön, a Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért elnevezésű szervezet lett a mozgató rugója ennek a kezdeményezésnek. Azóta számtalan településen, nagyon sok helyen jött létre ifjúsági értékkör csoport, hálózat. A mi számításaink szerint lassan az 1000 felé közeledik a tagok létszáma, tehát olyan fiataloké, akik nem csak aláírták a jelenléti évet, hanem valamilyen formában részt vettek egy-egy érték feltárásában. Öröm látni, hogy az ország számára vidéken élni érték, és ezt igyekeznek tudatosítani a fiatalokban is. Reméljük, minél több fiatal talál izgalmat a helyi értékek keresésében, és mindig lesz ilyen karizmatikus vezetőjük, mint amit itt tapasztaltunk. Egy agrárminisztérium által meghirdetett pályázaton a Csabrendeki Általános Iskolások iskolakertje Magyarország legszebb konyhakertje díjban részesült nemrégiben közösségi kategóriában. A Csabrendeki iskolakert még így az ősz kellős közepén is jól mutat. Gyönyörű az epres, látható még az idei gazdag paradicsomtermés utolsó néhány bokra. Itt-ott virágok, fűszernövények, különlegességként például édesburgonya, ami még betakarításra vár. A gyerekek gondos munkája nyomán Németh György pedagógus irányításával működik az iskolakert, melynek szép múltja van a községben. Dokumentáltan 1958 óta nyomon követhető, hogy éppen hol volt a községben az iskolakert, a gyerekek gyakorlókertje. Szerencsére a 90-es években, amikor már változott a különböző tanrendek, és csökkent a technikaórák száma, Csabrendeken akkor sem szüntették meg a gyakorlókerti oktatást. Ezt fontosnak tartotta mind az iskola vezetése, mind pedig az önkormányzat. És ahogy tudtak, támogattak bennünket. Az elmúlt két évben egy felújítás sorozat valósult meg, hangsúlyozta a pedagógus. Szülőknek, vállalkozásoknak köszönhetően új a kerítés, elkészült a kerti kiülő, és a kisházrendbetétele is megkezdődött.
Ezek a közösen megélt sikerek is adták az erőt, hogy benevezzenek a pályázati programba. Ami legjobban tetszett a zsűrinek, illetve a bírálóknak, azt mondták, hogy a kertnek a közösségformáló és hagyományőrző szerepét emelték ki az értékelés során, és ott úgy ítélték meg, hogy egy országos díjjal jutalmazzák a kertben végzett munkánkat, amit a gyerekekkel és a szülőkkel, meg ahogy mondtam, a falu lakosságával együtt közösen végeztünk. A felsős diákok főként technika órákon mennek ki a kertbe munkát végezni, valamint szakköri foglalkozásokon. Öntözni szoktunk, füvet nyírni, növényeket szedni és zöldségeket szedni. Igen, mire tanított meg az iskola kertben való tevékenykedés? Hogy kertészkedjünk és vigyázzunk a környezetünkre. A rangos díj méltó elismerése annak a gondos munkának, ami az iskola kertben folyik. A kisebbek előtt is nyitva áll a kert, gyakran kilátogatnak, így ők is szert tesznek gyakorlati ismeretekre. A Magyarország legszebb konyha kertje díj kötelez is, tehát már most születőben vannak a tervek a jövő évi hasznosítással kapcsolatban. Elindult a Petőfi Fi Akadémia a Petőfi Színház szervezésében. Az első foglalkozás során megismerkedhettünk a színház alapvető tulajdonságaival, feladataival. A negyedik lélektől lélekig érzékenyítő fesztiválra a színház világtáborosokkal kiközösítés témában készített kisfilmeket néztünk meg annak érdekében, hogy jobban megértsük az érzékenyítés fontosságát, majd személyes tapasztalatok, történetek alapján dolgoztuk fel együtt a látottakat, és vontuk le közösen a tanulságokat. Írták a résztvevő diákok a program közösségi oldalára. A Lackó Dezső Múzeumban létrejött az ország legfontosabb szamizdat gyűjteménye. A múzeum az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával új projektet indított szamizdat Erjedés a felszín alatt címmel. A projekt célja a rendszerváltás történetét és korszakát bemutató kiállítás anyagának gyűjtése és feldolgozása. Dokumentumgyűjtést is indítanak, felhívásukkal a megye polgáraihoz fordulnak. A gyűjtés során bekerült dokumentumok is a 2023-ban nyíló interaktív kiállításon kerülnek bemutatásra. Rendőrségi hírek. A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai, a helyi Széchenyi István Baptista Technikum Szakképző Iskola és Gimnázium tanulói részére tartottak pályaorientációs napot. A fiatalok megismerkedhettek az egyenruhások mindennapi tevékenységeivel, a különböző szakterületek sajátos feladataival, valamint tájékoztatást kaptak arról, hogy milyen feltételek mellett lehetnek a fegyveres kötelék tagjai. A rendőrök hiteles beszámolói alapján a tanulók testközelből találkozhattak ezen hivatás szépségeivel és kihívásaival. A Híradó után televíziónk magazin műsora következik. Ismét érdekes témákkal várja Önöket mai műsorvezetőnk, Iván Anna. Köszöntöm nézőinket! Fűnyírás, öntözés, kapálás, gerebjézés és más kerti munkák. Ezek a csabrendeki diákok kedvelt tevékenységei, amikor az iskola kertben tölthetnek egy kis időt. S mindezt olyan szakszerűen és kedvel, hogy az Agrárminisztérium pályázatán elnyerték a Magyarország legszebb konyha kertje címet. Erről hallhatnak magazinunk első felében. Majd pályázati lehetőségek részleteit mutatjuk, végül pedig megismerhetnek egy korszerű szálláshelyet itt a közelben, Sümeg-Prágán, mely az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület védjegyét is viseli. Tehát ma is Zóna magazin, ne hagyják ki. Jövök a Híradó és a sporthírek után, tartsanak velem! Nézzük az időjárás előrejelzést, mit tartogat még az október.
Műsorunk a vmeteo.hu támogatásával jött létre. Cseh Zoltán szerkesztő következik. Köszöntöm a Zóna TV nézőit, véget ér a vénasszonyok nyara, hidegfront közelít, hozza magával a lehűlést is. Nézzük mindezt részletesen. Csütörtökön napsütéssel kezdünk, de fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a délutáni óráktól esőre, zápor esőre is számíthatunk. Az élénk időnként erős délnyugati szél egyelőre még ennyi levegőt szállít fölénk, a reggeli 12 fokot követően a csúcshőmérséklet még 18 fok közelében lesz. Péntekre virradóra átvonul felettünk a hidegfront, déli még többször eleredhet az eső, délután már csökken, szakadozik a felhőzet, mérséket északnyugati szél fúj, a hőmérséket egész nap 10 fok körül ígérkezik. A hétvégén már száraz levegő alakítja időjárásunkat, napközben gomoly felhők jelennek meg az égen, a több órás napsütés mellett, csapadék nélkül. Mérséket északi a szél mellett a minimumok 2, a maximumok 11 fok körül valószínűek, a szélvédett helyeken gyenge fagy sem kizárt reggelen. A jövő hét naposan indul, ezt követően változékonyabb égkép vár ránk, a hét második felében kevés eső is érkezhet. Köszönöm a figyelmet! Nézzük legfontosabb híreinket ismét röviden. Látópontok. Átadásra kerültek az elismerő címek. Lapidárium esték. Népszerű sorozatok a múltról. Értékkörprogram. Balatoncsicson toborzás indul. Országos cím. Rangos díjat nyert a Csabrendeki iskolakert. A Balaton, a Balaton felvidék, Sümeg és térsége körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8-kor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink, aktuális híreink között. Most következnek sporttémák, majd pedig a Zóna magazin. Legközelebb is várjuk Önöket, viszontlátásra!